A magyar vidék helyzete egyre aggasztóbb. A gazdálkodók folyamatosan csődöt jelentenek, állítja az MSZP. A párt szerint a kormány által bevezetett exporttilalom miatt hatalmas mennyiségű gabona ragadt az országban. A stúdióban Harangozó Gábor. Jó estét kívánok! Ugye ez azért fura helyzet, mert hogy a kormány ezt a magyar gazdák védelmében hozta ezt az intézkedést. Rosszul tette? Hát nem a gazdák védelmében hozta ezt az intézkedést. Ugye akkor ez volt a szöveg? Hát a hivatkozás az volt, hogy ugye attól félnek, hogy majd a jó minőségi magyar gabonát azt hirtelen nagy mennyiségben elviszik, és akkor majd hiány alakul ki, és ez fölviszi az árakat. Na most ebben is pont ugyanúgy, mint sok más intézkedésben éppen az ellenkezőjét érték el annak, amit akartak. Ugyanis annak következtében, hogy ezt az exporttilalmat bevezették, annak következtében, ami hagyományos felvásárlóink, alapvetően Olaszország, a balkáni államok, részben Románia is, elkezdtek máshonnan vásárolni. Ugyan a szabály az úgy nézett ki, hogy általában volt egy exporttilalom, de abból lehetett felmentést kérni, de miután ez egy bizonytalan helyzetet jelentett, ezért gyakorlatilag ezeken a piacokon, ami a magyar gabonának nagyjából a 30%-át szokta hagyományosan fölvásárolni, elkezdtek máshonnan vásárolni. Ezeket a piacokat elvesztettük, és ezután következett be az, hogy a kormány végül beengedte az ukrán gabonát is, ami rázúdult erre a telített ragadt magyar az itt ragadt magyar gabonára, tehát amúgy is már tele voltak a raktárak. Bejött még az ukrán gabona is, és ráadásul most már hiába mondják azt, hogy több ukrán gabona nem jöhet, ez az ukrán gabona, ami bejön az Európai Unióba és Magyarországon nem marad, ez tovább megy azokba az országokba, ahova mi most már nem tudunk szállítani, és hegyekben áll a gabona a magyar raktárakban, aminek az lett a következménye, hogy leesett az ára gyakorlatilag a 21-es árakhoz képest is a felére. Ez azért nagyon tragikus, mert hogy közben iszonyatosan fölmentek a termelőket érintő úgynevezett input árak, tehát a termelők amiket ki kell fizetni árakat, energiaköltségek. Öntözés és minden. Igen, hát csak a tavalyi évben 47%-kal növekedtek a költségek, erre tovább az idei infláció ezeket a költségeket tovább vitte föl, miközben az infláció előtti árnak a felére estek le a termelői árak. Ez azt jelenti, hogy a gazdák hektáronként legalább 100 000 forintot veszítenek, ami tömeges csődhöz vezet már most. Egyre több termelő hagy föl a termelése, most egyelőre még csak a kisebbek, főleg az idősebb termelők, de nagyon sokan mondják vissza a bérleti szerződéseiket, és ebből egy tragédia alakul ki. Nem csak azért, mert egyébként az egész magyar vidék tragikus helyzetben van. Eddig gyakorlatilag a magyar mezőgazdaság volt az, ami valamennyire a vidéket életben tudta tartani, és ez az utolsó tartópillér omlik össze, tehát nem elég a bezárt posták, a lenyúlt takarékszövetkezetek, hogy nincs orvos, nincs iskola, ami működni tudna már a falvainkban, most már a mezőgazdaság is összeomlik, ez is tragédia, de az is tragédia, hogyha ezek a termelők tönkre mennek, és még jobban összeomlik a magyar mezőgazdaság, akkor az újabb inflációs spirálhoz fog vezetni, hiszen az majd megint föl fogja nyomni az élelmiszerárakat. És eddig is Európában, Magyarországon volt a legnagyobb élelmiszerinfláció, messze háromszorosa annak, mint ami az európai... Nagyon sokan nem is értik, hogy pont egyébként a buza alapanyagú sütőipari termékek ára mitől ment fel 300%-kal az elmúlt években. Nehéz is egyébként pont erre magyarázatot találni, miközben a többi nem. Hát ugye nem érdekes, hogy miközben a kenyér ára folyamatosan megy föl, addig a búzának az ára, mondom, a 2 évvel ezelőttinek is már a fele. Ez egy furcsa ellenmondás. Ön ugye a Szocialista Párt politikusa, az MSZP-nek van egy parlamenti kezdeményezése, a gazdák megmentésére, ez hogy szól? Igen, ezért mi léptünk is, hogy valami történjen, mert tényleg nem tartható a helyzet, és látható, hogy a kormány föltette a kezét, ők úgy látszik, hogy nem hajlandóak a vidék ügyében semmit lépni, így a mezőgazdasági termelők ügyében sem, mint ahogy az aszálykárt sem kárpótolták, az 1000 milliárdos aszálykára 50 milliárd forint kárpótlás volt mindösszesen. Most ebben a helyzetben sem hajlandók lépni, mi ezért kezdeményeztünk, és egy parlamenti határozati javaslatot nyújtottunk be, aminek a lényege az, hogy az állam sürgősen álljon neki fölvásárolni ezeket a gabona készleteket, legalább a termelői áron, tehát amiben a termelőknek került az
előállítás legalább azon az áron álljanak neki fölvásárolni ezeket a készleteket. Azon nincs rajta, legalább veszteség ne legyen. Hogy legalább veszteség ne legyen, mert hogy most már a következő évre kéne fölkészülni. Tehát hogy ezeket a terményeket el kéne tudni adni, be kéne tudni tárolni az idei termést, és föl kéne készülni a következő évre. Hát most kell megrendelést adni a műtrágyára, a következő évet előkészíteni, és miközben csőd közelben állnak, nem tudják ezeket megcsinálni, tehát most azonnal kell intézkedni ebben az ügyben. Egyrészt, másrészt azt is látni kell, hogy miután tényleg ezek a termelők nem tudnak újabb költségeket fölvállalni, ki se tudják fizetni a számláikat. Ebben a helyzetben az igen magas agrárkamarai költségeket is azt kezdeményeztük, hogy az állam vegye át az idei évben és a jövő évben, hiszen nyilvánvaló jövő évre is ennek a hatása ez ki fog hatni, és a termelőktől, tehát a magyar állam vállalja át ezeket a költségeket, és ami költségek az idején keletkeztek, tehát ami agrárkamarai tagdíjak az idén befizettek, azokat pedig fizessék vissza. Ez már tárgysorozatban van, vagy csak javaslat? Nem, ezt most nyújtjuk be javaslat formájában, és hát arra szeretnénk felszólítani a parlamenti pártokat, nyilván elsősorban a kormánypártot, hiszen ők tudnak többséget biztosítani, ha már önállóan nem léptek és nem kezdeményeztek semmit, akkor most a magyar gazdálkodók megmentése érdekében álljanak mellénk és támogassák ezt a javaslatot, mert muszáj lépni ebben a kérdésben. Harangozó Gábor, MSZP. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm én is.